Köszöntök kedves nézőinket, a Jásztrió Televízió apáti hírmondóját látják, nézzük heti témáinkat. Készenléti rendőrök érkeztek a járságba, a kirendelt egységek elsődleges feladata a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények és a szabálysértések visszaszorítása. Kötelező ebösszeírások, véradások és nemzeti konzultáció az iskolai külföldi kirándulások biztonságáért, jársági stand az utazás kiállításon, újra pályázható civil vándordíj, hírek, információk március hónapra. Fodor István Ferenc a jársági oktatás végvárai című műve teljes áttekintést ad a járság egykori tanyasi iskola világáról. Az író hosszas kutató munka után 55 iskolát mutat be, a 60 évvel ezelőtti oktatásnevelés hangulatát, elhivatottságát megmutatva. Az elmúlt hetekben készenléti rendőrök érkeztek a járságba, köztük a Jász-apáti járás területére is. A budapesti központból kirendelt egység elsődleges feladata a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények és a szabálysértések visszaszorítása lesz. Két gépjárművel érkeztek a készenléti rendőrök március 9-én a Jász-apáti rendőrőrse. Az elmúlt két évben a határnál teljesítettek szolgálatot, most a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése lesz a kiemelt feladatuk. A mai napon Jászberény illetékességi területén látunk el szolgáltat, főként a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére. Ez két gépjárművel és 10 fővel érkeztünk a mai nap. Kiemelt feladatunk főként a lopások, betörések megakadályozása, valamint a mélységi migrációs feladatok ellátása. A delegációt Fazekas György Ferenc, a Jász-apáti rendőrös rendészeti alosztály vezetője köszöntötte, majd ismertette a járásra jellemző sajátosságokat. Elmondta, hogy a Budapestről kirendelt különítmény segítségével teljes lefedettséget tudnak biztosítani a településen, ezáltal hatékonyabban végezhetik munkájukat. Az ő jelenlétükkel, ugye ez nagyon fontos mindig, amikor egy idegen egység vagy rendőrök jelennek meg a területen, ezáltal ugye a bűncselekmények, valamint a szabálysértések is mindig gyakorlatilag vissza szoktak szorulni, mert ugye folyamatos jelenlétet tudunk biztosítani az adott területre. A készenléti rendőrség munkatársai a frekventált helyszíneken fognak gyakrabban járőrözni. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelenlétük pozitív hatást gyakorol a közbiztonságra, szolgálatuk alatt a bűncselekmények és a szabálysértések száma is csökkent. Volt időszak régebben is, amikor kértük a belügyminiszter úr segítségét azért, hogy a járságban jobb legyen a szubjektív biztonságérzet, készenléti egység jelenlétét biztosítani tudta, és akkor jobb is volt. Most ezt szerettük volna újra kérni. Pócs János országgyűlési képviselő elmondta, hogy ez csak egy lépés volt a közbiztonság megszilárdítása felé. Emellett elkezdték kidolgozni a Jász-apáti járási rendőrös rendszerét is. Jász-apáti rendőrös át fog kerülni egy szép felújított épületben, és négy új álláshely lesz betöltve Jászapátén, ami nem csak Jászapáténak jó, hanem az egész járságnak. A rendőri jelenlét megerősítésétől azt várják, hogy nő a lakosság szubjektív biztonságérzete, és csökken a bűncselekmények, szabálysértések száma. A készenléti rendőrség különítménye határozatlan ideig teljesít szolgálatot a járságban. Ebösszeírás, véradások, nemzeti konzultáció, a buszos külföldi kirándulások jövőbeni biztonságáért, illetve újra pályázható civil vándordíj, melynek értéke nagyjából 200 ezer forint az elismerés mellett, többek között ezekről hallhatnak rövid híreinkben. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján Jászapáti Városi Önkormányzat a város közigazgatási területein ebösszeírást végez. Ezt a forma nyomtatványt köteles minden állattulajdonos kitölteni ebenként. A bejelentőlap kitöltéséhez szükséges információk az ebb tulajdonos neve, címe és elérhetősége, a kutya általános adatai, neme, fajtája, születési ideje, színe és neve, valamint rá vonatkozó speciális adatok, ilyen többek között a kötelezően beültetett csip száma. A kitöltéshez az állat oltási könyvére is szükség lesz. A kitöltendő dokumentumok átvehetőek a polgármesteri hivatal portáján, illetve elektronikus úton is elérhető a város weboldalán.
Az ebek bejelentése a polgármesteri hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládákba bedobható, de személyesen is leadható. Postai úton a polgármesteri hivatalnak címezve 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2, szkennelve a titkarság@jászapati.hu e-mail címre, illetve az 57 440 338-as telefonszámra faxolva is várják a kitöltött űrlapokat. Az adatszolgáltatás elmulasztása adatvédelmi bírsággal jár, melynek összege a törvény alapján akár a 30 000 forintot is meghaladhatja. A kitöltendő dokumentumok március 1-től érhetőek el, és április 30-a a leadási határidő. A Jászságért Alapítvány kuratóriuma 2010-ben vándordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a Nemzeti Jász Kulturális Örökség megőrzéséért tevékenykedik. Legalább 5 éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott tagdíjat fizető tagszervezete, és folyamatosan működik. 3 éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a vándordíj. A jársági civil vándordíj egy vándorserlegből és egy díszoklevélből áll. A díjjal járó juttatás összege 200 000 forint. A pályázatok benyújtásának határideje 2017. április 15-e. A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét és az elnyert összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését. A pályázatokat az alábbi címre kérik eljuttatni. A Magyar Vöröskereszt Jászsági Területi Szervezete márciusban is szervez véradásokat több területen. Március 3-ától 30-ig a képen látható időpontokban és helyszíneken várják a véradókat. Kérjük, hogy személyigazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát hozzanak magukkal. Adjanak vért és mentsenek meg 3 életet. A felfedező benned van, mi csak ifletet adunk, hirdette az idén 40. születésnapját ünneplő budapesti utazás kiállítás. E jubileumi alkalomra a Jászság egy külön standdal invitálta az érdeklődőket a Jászok földjére, melynek szervezési feladatait a Jászberényi Turinform iroda látta el. Jászberény és Jászapáti város önkormányzata évek óta közösen állít ki ezen az eseményen, továbbá idén Jászladány is csatlakozott a 23. Jászvilág találkozó megrendezésének apropójából. A stand Jászberényi társkiállítói voltak a Jász Múzeum, a Jászsági Méhész Egyesület, a Jászsági Sasközpont, a Jászberényi Állat és Növénykert, a két strandunk, illetve a jégcsarnok is készült. A stand hagyományőrző vonalát képviselte Csikós Miklós jászkapitány és felesége, a díszítő művészeti szakkör hímzőasszonyai, a Jászsági Pálinka lovagrend lovagjai tagjai, illetve Rozman Gréta mézkirálynő kóstoltatta a jászsági mézet és népszerűsítette a 30. mézvásárt. Nagy sikerrel debütált a kiállításon, jöjjön Jászberénybe a Jászság szívébe című új turisztikai kiadvány is. A verónai buszbaleset utáni fejlemények arra ösztönözték a kormányt, hogy alaposan átvizsgálja az iskolai kirándulások szabályait. A kormány tegnap este 8 óra óta egy társadalmi párbeszédet kezdeményezett online konzultáció formájában. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár március 6-ai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy internetes társadalmi konzultáció indul az iskolai kirándulásokra és a gyermekutaztatásra vonatkozó szabályok módosításáról. Ebben 3 kérdésre válaszolhatnak az állampolgárok, melyek a sofőrök egészségi állapotára, a gyermekeket szállító buszok műszaki állapotára, illetve a sofőrök pihenőidejére vonatkoznak. A kérdőív 2 hétig érhető el a konzultáció.kormány.hu weboldalon. Március 3-ától az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzgyújtási tilalmat rendelt el egész Magyarország területére. Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és a közútmenti fásítások, de tilos a parlag és a gazégetés is. A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és hold biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdőtűz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok is tájékoztatnak, melyek ezentúl számos egyéb hasznos információval is szolgálnak.
honlapja kiemelt helyén teszi közzé a hírt a katasztrófavédelem is. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él. Országos rendőrfőkapitányság legyél te is határvadász tavaly szeptemberben meghirdetett pályázatára szinte minden korosztályból nagy az érdeklődés Jászlókun-Szolnok megyében. A toborzás folytatása érdekében készült el ez a kis film is, mely bemutatja egy határvadász egy munkanapját. A határvadász képzésekben résztvevő oktatók az elméleti tudásátadása mellett nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati képzésre is. A próbaidős rendőrőrmesterek a Tisza mélységi ellenőrzési és közterületi támogatóosztály instruktoraitól sajátítják el a különböző intézkedési módszereket, többek között az igazoltatást, a ruházat átvizsgálást, a támadás elhárítást, a gépjármű leállítást és a különféle elvezető fogásokat. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a toborzó csoportok több helyen is megjelenhetnek a megyében, de a rendőri szolgálatra elhivatottságot érzők nem csak náluk, hanem bármely rendőri szervnél érdeklődhetnek. Bővebb információhoz juthatnak és a jelentkezésekkel szükséges dokumentumokat letölthetik a rendőrség honlapjáról is. 2016. decemberében jelent meg Fodor István Ferenc a jássági oktatás végvárai című műve, mely teljes áttekintést ad a jásság egykori tanyasi iskola világáról. A szerző hosszas kutató munkával a jásság egykori tanyasi iskolái közül 55 intézményt jegyzett fel könyvében. A tanyasi iskolákban dolgozó tanítókat is felkerestük, akik közel 60 éves emlékeiket elevenítették fel stábuknak. Így jelzett a csengő közel 60 évvel ezelőtt a diákoknak, figyelmeztetésként, hogy a tanítási óra kezdődik. Nem csak a csengő szólt másképp, az iskolák, a tanítók és a diákok körülményei is egészen mások voltak. Ezeket a különbségeket jeleníti meg Fodor István Ferenc, Jásságért díjas helytörténész, a Jássági Oktatás Végvárai című művében. Nagy feladatra vállalkozott, elhatározta, nem engedi, hogy a tanyasi iskolák a feledés homályába merüljenek, és dokumentálja őket minden rendelkezésre álló adattal együtt. A szerző 11 éves volt, mikor tanyasi iskolája falán megpillantotta Szolnok megye térképét, feltüntetve rajta a tanyasi iskolákat. Nemrég ez a térkép ismét előkerült. Évvel ezelőtt a kezembe került megint ez a térkép, itt a Jász Múzeumnál is megvan, nálunk is megvan a helytörténeti gyűjteménybe, és elkezdtem számolgatni, hogy hát a Jászságban mennyi lehetett ebből a gyakran emlegetett Klebersberg és egyéb korokban épült tanyasi iskolákról. Ezt az 1960-as fali térképet vette alapul, melyen kék pöttyökkel ábrázolták a tanyasi iskolákat, szám szerint 48-at. A többi 7 jássági intézmény feltérképezése komoly erőfeszítéseket igényelt. Úgy érzem, hogy most a reneszánszát éri a tanya világ. Erre elég jó példa volt, amikor a Jász Ágon Macsi Sándorral kimentünk megkeresni a gyarokparti iskolát, és hát mentünk, valahol itt kell neki lennie, odaérkeztünk egy ilyen négyszögletes kerekerdőhöz, hogy idézem Lázár Ervint, és akkor, hát hol van itt iskola, itt nem nyúltak hozzá, vagy 40-50 év múlva egy erdő, mint valahol a Közép-Amerikában az asztékokat, mikor keresték, és ez orra buktam szószoros értelmében, erre Sanyi bátyák megjegyezte, ez volt a bejárati lépcső. Hát így lett felfedezve. Miután megtalálták az egykor működő intézmény helyét, feljegyezték a pontos helyrajzi koordinátáját. A szerző ír az iskola működéséről, felsorolja az ott tanító személyeket, és megtudhatjuk, mi lett az iskolaépület sorsa, mi található ma a helyén. Így mutatja be az összes tanyasi iskolát 2-3 oldalt számba egy-egy létesítményre. Képeket láthatunk a régi, még működő intézményekről, illetve a jelenlegi állapotukról. Ezek a iskolák egyben nem csak iskola volt, nem csak oktatási centrum, hanem közművelődési centrum is volt. A tanítók azok mindenhöz értettek. És meg is fizették őket. Akkoriban egy tanítónak 430 forint volt a havi fizetése, és egy tanyai tanítónak még adtak hozzá 430 forintot.
Lényeges különbség a 21. századi oktatáshoz képest, hogy az iskolák úgynevezett két tanerősek voltak, tehát elkülönült az alsó és a felső tagozat, 4-4 osztály tanult együtt. Az alsósok délután, míg a nagyobbak délelőtt jártak iskolába, továbbá csendes és hangos órákat is megkülönböztettek. Így nekünk csak délután kellett egy órára menni iskolába, és utána, amikor már ötödikesek voltunk, akkor kellett délelőtt. Tehát így zajlott. Na most a mai gyerekeknek, ha megpróbálja az ember elmagyarázni, hogy hát milyen is az a csendes óra, meg hangos óra, hát az ugyancsak bonyolult, mert nem olyan egyszerű dolog. Ugyanis arról van szó, hogy valamelyiknek közülünk a 4 osztályból hangos órája volt, akkor ővel foglalkozott a tanító, nekünk megadott csendes dolgot, amit közben másból megcsináltunk, közben meghegyeztük a fülünket. Hosszú éveken keresztül jó megoldást jelentett ez a fajta oktatás-felosztás. Miért is elégedetlenkedtek volna? Örültek a szülők, hogy gyermekeik tanulhatnak, hiszen a TSS-ítés már a közelben járt, éppen ezért fontosnak tartották gyermekeik nevelését. Mire volt szükség a tanuláshoz? Olvasókönyvre és számtanfüzetre. A biológiához, fizikához kapcsolódó ismereteket pedig nem könyvből tanulták, hanem bemutatták a tanítók. Amikor fizikából például a fénytörést tanítottuk, akkor a tanító úr leakasztotta a fali tükröt, sütött a nap, kimentünk az udvarba, bevilágított vele a szomszéd tanyának a konyhaablakán. Lám, így törik meg a napnak a fénye. A számtant és a betűvetést is kezdetben nem füzetben gyakorolták, hanem palatáblán. Macsi Sándor tanár úr, aki 70 évvel ezelőtt tanított tanyasi gyerekeket, bemutatta a legfőbb eszközöket. Palából készült annak idején, és a palát kiszabták a hegyvidéki, természetesen az előkészítéseknél, és akkor az egyik oldalára az írás betűi kerültek rá, karcolással, az is palából, a másik oldalára pedig a matematika. A palatáblákat és az íróeszközöket ebben a tarisznyában hordozták a kisdiákok. Az idő múlásával az iskolai felszerelések fejlődtek, a palatáblát és a tarisznyát felváltotta a tinta és a fából készült iskola bőrönd. A toll és a tinta használata nem volt egyszerű, írásos források bizonyítják, hogy ennek ellenére szép betűket lehetett vele rajzolni. Macsi Sándor tanár úr kiválóan rajzolt, ami oktatási célú plakátjairól is árulkodik, melyet a mai napig megőrzött. A tanyasi diákokat oktatta Tihanyi Károly is. Jász Jákó halmán a Varjasi iskolában tanított. Számára az egyetlen kellemetlen emlék munkájában a hideg téli időszakokra nyúlik vissza. Úgy képzelj el, hogy volt egy terem, 6 ablaka, amely úgy szerelt, hogy majd megfagytunk télen benne. Ugye nagy kályha volt, nem tudtunk tüzelni sem, mert visszafújta a kéménybe a széngázt, az ez, és bizony. Örökké szellőztettünk meg, húzatot kellett csinálni, mert nem tudtunk volna másképp meglenni. Voltak diákok, akiknek több kilométert kellett megtenniük az iskoláig, minden nap, télen is. Felmerült a kérdés, mennyire viselte meg a gyermekek szervezetét a csípős hideg. Időgyulladást nem kapott, mert a tanyasi gyerek nem kapott időgyulladást, az annyira ezzet volt. Az, mikor télen ment ki a jószágot etetni, az nem azt nézte, hogy hagyja hideg van, hogy mit vegyek fel, hanem megúr az a természetes emberi dolog, hogy tudta azt, hogy meddig kell öltözni, meddig nem. Hozzászoktatták iskolát. A 87 éves tanítónak szép emlékei vannak a téli időszakról, mikor méteres hó hullott a tanyavilágra. Hát volt a Kislabárd Zoli 3 kilométer díját. Az apja reggel, mikor kihajtotta itatni a vályúhoz a marhákat, akkor elhajtotta a marhákat az iskoláig, hogy csapás legyen a hófúvás, hogy elbízol a gyerek enni az iskolába. Tihanyi Károly, a tanyasi diákok elhivatott tanítója, szívesen végezte munkáját. Akármilyen vonatkozásban, emberi segítségbe, emberségbe, tisztességbe,
nagyon jól éreztem magamat a nyár, hogyha úgy adódna, még egyszer visszamennék. Azt is hozzátette az akkori kor összegzéseként a tanító, hogy amit akkor kapott a tanyai gyerekektől, azt azóta sem tapasztalta sehol, pedig azóta már közel 65 év eltelt. Az a sok érdekes módon megnyilvánuló szeretet, meg a ragaszkodás, meg a kötelességtudás, ami egy ilyen 6-10 éves gyereknél megnyilvánul, ezt nem tapasztaltam addig az embereknél. Fodor István Ferenc könyve segített emlékezni a tanítóknak, tanulóknak az akkori időkre. Szegénység, nehéz körülmények, nélkülözés. De a szeretetben nem volt hiány. A felidézett intézményekben szeretettel tanítottak, és szeretettel tanultak a gyermekek. Eddig az Apáti Hírmondó ezen a héten. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten természetesen a nemzeti ünnep összefoglalójával többek között ezzel fogjuk várni önöket. Egyébként híreinket, riportjainkat megtalálják a Jász Trió Televízió weboldalán, jttv.hu, vagy keressék Facebook oldalunkat, ott friss feltöltéseket és képgalériákat is találnak. Jó pihenést a nemzeti ünnepen, tehát jövő héten a mai nap összefoglalójával is érkezünk, addig is minden jót, viszontlátásra!